A magyar sportért kitüntetést kapott a Megszállottak klubjában is tag, korábban 17-szer az év autóversenyzőjévé választott kétszeres EB bronzérmes, 23 EB futamgyőzelmet besöprő Ferjánc Attila volt rally versenyző, aki évtizednél is tovább irányította a magyar autósportot is. Örült persze, de a jövőt is tervezi a hazai autós legenda, ő most a vendégünk, jó reggelt kívánok! Sport érdemére, Magyar Köztársaság érdemrend lovak keresztje, és aztán most ez a Nemzeti Sportszövetség a Magyar Sportért érem, kitüntetés. Van-e sorrend? Hát én úgy gondolom, hogy nem, de ez a három utóbbi, amit felsorolt, ez számomra nagyon kedves, és a legelőkelőbb helyen a vitrínbe állnak. Hát mindig az utolsó a kedves, és a idézőjelben a legkedvesebb. Mit, legyen egy kicsit szerénytelen, mit honoráltak a munkájában? Hát én azt gondolom, hogy a felsorolt idő, ugye, ami nem kevés, és a munkásságot honorálták, ez nem szerénytelenség, de hát jó néhány évet eltöltöttem a sportban, 18 éves korom óta. Ha egy pillanatra visszaugrunk a versenyzői pályafutásra, akkor ott, én próbáltam néhány eredményt, tehát nem, nincs idő rá, mert elmenne a délelőtt, hogyha felsorolnám, melyikre a legbüszkébb? Van-e kedvenc? Hát kedvenc biztos, hogy van, van kevésbé is. Én azt hiszem, hogy a két EB harmadik, összesített harmadik hely az a kedves, amiből, hogyha egy kis szerencsénk lett volna, és nem lettek volna ilyen útlevélzavarok abban az időben, akkor ha eljöttünk egy spanyol versenyre, akkor lehetett volna első is. A volna persze nem szerepel az eredmények között. De ez az, amire utalt? Az előbb azt mondta, hogy hát vannak kedves eredmények, meg vannak kevés. Tehát lehet, hogy a legkedvesebben van benne a kudarc is? Az idő azért sok mindent meggyógyít, úgyhogy ezt, erre is pontját rá, úgyhogy a kedvesek közé tartozik. Van olyan, ami miatt nagyon pipa még akár ma is, ha visszagondol rá? Hogy hát persze, hogy van, amikor az ember összetöri az autót, vagy nem úgy jön az eredmény, ahogy azt éppen számolta. De hát ez technikai sport, itt sok minden a képletben benne van, sok minden, úgyhogy a szerencse sokat számít ebben a sportban. Egyébként, hogyha az egész pályafutására visszatekint, akkor szerencsésnek gondolja magát, mint autóversenyző. Okvetlen. Na most, miután említettem, hogy tagja Megszállott a klubjának, ezért azt magyarázza meg, hogy mitől lesz az ember, és hogyan lesz az ember az autóversenyzés megszállottja. Hát én teljesen véletlennek köszönhetem az autóversenyzői pályafutásomat. Először is futballista voltam a BVSC-be. Tetszik, nem tetszik, kapus voltam, pedig nem vagyok egy kapus alkat. És aztán a család egyik barátja már autóversenyzőnek tartotta magát, és csinált egy bakit az érdi hajtűkanyarban, ami még akkor élt. Felborult az autójával, és eljött hozzánk kölcsönkérni a család egyetlen vagyonát, amit lotton sikerült nyerni. És aztán a édesapám azt mondta, hogy jó, rendben van, mehet a gyerek, de úgy, hogyha ő vezeti az autót. Ez milyen autó volt ez a büszkeség? Ez egy Wartburg. Ez egy Wartburg. Uh-huh. És akkor de hamar beleszeretett? Hát igen, itt viszonylag szerencsés is voltam, mert ugye a szerencse az mindig ott kell, hogy legyen. És aztán azt mondták, akik értettek az autózáshoz akkori időben, hogy lehet, hogy itt van a jövő autóversenyzője. Pechemre sikerült nekik, amit kitaláltak. Miért pechére? Hát idézőjelben minden. Jó. Ugye meghatározó az autó. Abból volt kedvence, amelyik igazán a szívéhez nőtt? Hát mindig az volt a kedvenc, ami éppen aktuális volt, de én azt hiszem, hogy a Renault, mert hát a Renault-nak egy pár típusával versenyeztem, az számított a legjobbaknak, most az Audiról nem beszélek, ezek mindegyik hozta az eredményt, úgyhogy ezek voltak a legkedvesebbek. Ne feledkezzünk meg a navigátorokról sem, ők nagyon fontosak, és volt több is a pályafutáson. Hát volt több is, de nem sokan voltak.
az Eberi Jenővel kezdtem, aztán ugye volt az Irisfalvi Feri volt egy kis ideig, és aztán nagyon hosszú éveket Tandari Jánossal, az utóbbi éveket ő vele töltöttünk, és a legeslegvégén pedig a Tóth Csabival. Tandari doktorral volt a legösszeszokottabb a páros? Hát igen, ő vele nyertük a két EB-t is összetettben, mert hát amúgy 23 EB futamot sikerült nyernünk, úgyhogy gazdag volt a program. Hát nem mindegy, gondolom a navigátor, mert azért jól el kell tudni egymást viselni ott a stressz helyzetekben. Hát legfőképpen a bizalom a fontosabb, hogy ő elhiggye, amit mond. Én is elhiggyem, amit mond, és ő meg elhiggye azt, hogy én bebírok majd fordulni. Na most, ahogy azt szintén említettem, hogy abba a versenyzés megkapta a szövetséget, hogy ne legyen pihenő, igaz? Hát igen, elég válságos helyzetbe vettem át a szövetséget, de amit megígértem, az két éven belül sikerült gatyába rázni, és hát eltöltöttem a szövetség vezetésével 12 évet egy kisebb megszakítással, és aztán hát úgy döntöttem, hogy elég volt, mert ebből, ahogy nézik, akkor még a gombócból is sok, és jöjjenek a fiatalok, hát most elég nehéz időszakot élnek, és hát azért ott vagyok a háttérben. Segít. Tehát ezt akartam, hogy segít Gyula is. Persze, okvetlen. Mi most a legnagyobb nehézség a magyar autósportnak? Hát eleve gazdasági válság van. Én azt hiszem, hogy a pénz a motiváló ebbe, mert elég költséges ez a sport. Azt nem beszélve arról, hogy egyre nehezebb a hagyományos és klasszikus utakat megkapni, mert különböző törvények miatt hát nem igen engedik az autóversenyt oda, holott én azt hiszem, hogy természetkárosító sport, főleg idézőjelben a rapsickodást, az most is létezik. Mi annak idején kötöttünk egy megállapodást a természetvédőkkel, erdőgazdaságokkal, tehát mi csak szabályok mellett közösen konzultálva megyünk versenyekre. Sok a pénztelenség ellenére a tehetséges a versenyző ma Magyarországon? És akkor ne csak a ralliról, mert a ralliról is beszéljünk, de hogyha az embernek eszébe jött Mihály Norbert, eszébe jött Kispál Tamás. Szóval, hogy biztató az új generáció, a legifjabbak? Az ő szerencséjük az különösen jó és kedvező is, mert egyrészt tehetségesek, és másrészt van támogatójuk, és ezt ügyesen ki is használják. Hát sajnálattal kell tudomásról venni, hogy nagyon sok tehetséges versenyzőnek az autója garázsba áll, és nincs rá keret, amiből versenyezni tudnak. Látja már a tehetségek közül azt a magyar autóversenyzőt, aki hosszú távon is a világ élvonalában lehet valamilyen kategóriában? Hát őszintén megmondom, nem, de ez egy nagyon nehéz kérdés. És mit szól Talmácsi Gábor pályamódosításához? Hát ő egy pekes ember, de én azt hiszem, hogy talán most az autósportban, mert átjött a raliba. Hát ez az. Majd bizonyítani fog. Hát nem egyszerű a rali sport, úgyhogy abszolút improvizáló sport és a szerencse. Pénz. Szóval kihívást választott Gábor. Amikor kitüntették, azt mondta, hogy jól esik, hogy elismerték a munkáját, de már tervezi a jövőt. Na hát mit tervez a jövőben? Hát a legfontosabb az, hogy egy nagyon komoly betegségből föl tudjak épülni. Hát azt mondják a hozzáértők, hogy ez legjobb úton halad, és hát ezért vállaltam, és ott is elmondtam ezen a díjátadón, hogy ha nem is teljes energiával, de már 80-90%-kal ott vagyok megint a sport mellett, és én azt hiszem, hogy azzal, hogy a NOB tagjai közé választottak a vasárnap, tudomásról vették és megértették, hogy újra harcra kész vagyok. Hát akkor legyen is harcra kész, és ehhez jó egészséget és jó munkát. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Köszönöm.